Hosszú sor áll a NAV nyíregyházi szabadságtéri épülete előtt. A látványhoz már hozzászokhattunk az elmúlt napokban. Ahogy közeledünk egy-egy fontosabb adózási határidőhöz, úgy nő meg rendre az ügyfelek száma is. Május 20-a már pedig egy ilyen dátum. Csütörtök éjfélig nyújthatók be az SZIA bevallások. Eddig az időpontig lehet áttekinteni, módosítani, illetve javítani, kiegészíteni a bevallási tervezeteket, amelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal már megküldött az adózók részére, vagy postai úton, vagy pedig elektronikusan. Mindenképpen érdemes áttekinteni a tervezeteket, még akkor is, hogyha ezek automatikusan május 20-ával átfordulnak bevallássá, kivéve az őstermelőket, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeket, illetve az egyéni vállalkozókat. Nekik mindenképpen vagy kiegészíteni, vagy pedig ha nem kívánják kiegészíteni, akkor el kell fogadni ezt a bevallási tervezetet. Az érintettek a tervezet adatainak felhasználásával készíthetik kellek könnyebben bevallásukat a 20 SZIA jelű nyomtatványon. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról is május 20-áig rendelkezhetünk a civil szervezetek és egyházak részére. Mint a megyei sajtóreferens hozzátette, az adó odaítélése előtt érdemes tájékozódni a hivatal honlapján azokról a civil szervezetekről, amelyek jogosultak felajánlások fogadására. Évek óta egyébként az állatmenhelyek és a kórházak kapják a legtöbb pénzt ilyen forrásból. A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, na felajánlók évről évre milliárdok sorsáról dönthetnek. Készfertőtlenítéssel zárul a szigorú beléptetés. Az óvintézkedésekre a járványhelyzet miatt van szükség. Noha az adóhivatal azt kéri, aki tudja, intézze elektronikusan ügyeit, sokan mégis a személyes módot választják. Így tartom biztonságosabbnak, vagyis meggyőződnek, hogy eljut oda a papír, ahova szeretném. Nekem a elektronikus móddal néha így meggyűlik a bajom. Tehát azért ott is fellépnek olyan komplikációk, vagy olyan, tehát hogy nincs elég ismerete az embernek arról, hogy tuti jól megoldja, és így szívesebben behoztam. Akik papíron adják be bevallásukat, akár személyesen az ügyfélszolgálaton, akár postán, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. Akikben pedig kérdések merülnek fel a tervezettel kapcsolatban, május 20-án este 8 óráig a 1819-es telefonszámon tehetik fel azokat a NAV munkatársainak.